Egy olyan parkot szerettünk volna létesíteni, ami legalább olyan szép, ha nem szebb, mint az eddigi években. Ugyanakkor gyakorlatilag rezsiszámla nélkül működik. Ha jól betekered akkor. Itt bárki, legyen szó gyermekről vagy felnőttről, kipróbálhatja azt, hogy adott esetben mekkora erőfeszítésbe telik az, hogy egy 6 méteres karácsonyfát teljes fénypompájában világítson ki. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy így az eddigi 25-30 millió forintos költségek, azok gyakorlatilag 1 millió forintra redukálódtak. Spórolunk is, edukálunk is, és természetesen karácsonyi hangulatot teremtünk, ami nem csak abból áll, hogy fények vannak, hanem talán így, hogy közösséget építünk, hiszen akik egyik vagy másik eszközt kipróbálják, vagy megnézik, hogy hogyan is működik a fenntartható fényliget, ők beszélgetnek egymással, sportolnak is azáltal, hogy egy ilyen hideg időben kerékpárra ülnek, és ez is azt szolgálja, hogy egy békés, szeretetteljes közösséggel teli karácsony jön létre itt a kerületben. Csak ott csak üljek fel és tekerjen meg. Na, nagyon felfrissítő, abszolút. Tehát tényleg egyébként mind mentálisan, mind lelkileg, mind fizikailag felfrissíti az embert.